komolyan gondoljuk, akkor biztos, hogy tud ez egy gyümölcsöző kapcsolat lenni. Császár Attila a romániai Hargita megyében található Csíkrákos polgármestere küldöttségével érkezett Döbrök közre, hogy hivatalossá tegyék a két község közötti testvérkapcsolatot. Egy régi terve vált valóra ezzel a Tolna megyei településnek, tudtuk meg a polgármestertől. Döbrökös községnek még eddig nem volt testvértelepülési kapcsolata, és én már anno a polgármesteri programomban is szerepeltettem ezt az elképzelésemet, hogy mindenképpen egy testvértelepülési kapcsolatot kiépítsünk. A falu a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT pályázati lehetőségét használta ki, mely arra hivatott, hogy támogassa a határon túli és magyarországi települések között létrejövő kapcsolatokat és azok ápolását, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A miniszterelnökségnek az egyik kiemelt pályázata a testvértelepülési pályázat, amit a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdett meg. A tavaly már erre az évre, decemberben meghirdettük ezt a pályázatot, és az egyik település, Gesztor település, Döbrökhöz lett, amely település Csíkrákossal kívánt létrehozni egy testvértelepülési kapcsolatot. Ennek nagyon örülök, mert nagyon jól ismerem mindkét település. Döbrökhöz az egyik kiemelkedő községe az én körzetemnek, és Csíkrákos pedig egy székelyföldi település, ahol számtalanszor voltam már csak ebben az évben is. A már a testvérkapcsolatot ápoló községek célja a jövőben, hogy a vezetőkön túl a civil szervezetek, hagyományozó alapítványok, iskolák és óvodák, de akár családok is rendszeresen találkozzanak egymással.